Jövőre 10-15 milliárd forintos kormányzati többlettámogatást támogatást kaphat 14 sportág, ami 5-6 szorosa lehet az ideinek. Ez körvonalazódott Orbán Viktor és a 11 egyéni olimpiai sikersportok szövetségi vezetőinek találkozóján, amely röplabdával, pingponggal és kerékpárral is kibővült nem a társasági adókedvezmény köre bővül, hanem a MOB terjeszti majd elő a sportágok fejlesztési terveit, aztán dönt a kormány pontos összegről. A tegnapi sportnemzeti konzultáció részleteiről kérdezzük Baló Gábor Öttus, a világbajnokot olimpiai ezüstérmest, mint miniszterelnöki tanácsadót. Jó reggelt kívánok, Szenusz! Jó reggelt! Gábor, azt mondta a Borkai mobelnök a találkozót követően, hogy a szakszövetségek teljes nyíltsággal tárták fel a problémáikat, volt-e a tárgyalásnak egy kicsit panasznap jellege is? Meg gondok vannak azért. Én azt gondolom, hogy a kellő visszafogottsággal azért mindenki elmondta a saját területen lévő problémákat. Most itt a teljességi ilyen nélkül nem tudom, szeretnétek-e, hogy belemegyünk el? Hát Gábor, mar, annyit, milyen... hogy milyen olyan problémákról számoltak be jellemzően, visszatérően, ami, ami nyomasztja ezeket a sportákat, ami általános trendként, tapasztalatként mondható el. Azzal kezdeném, hogy szerintem maga a találkozó, eleve mindenki megköszönte ezt a találkozót, tehát maga a találkozó már egy óriási időkést adott abban a kapcsolatban, hogy, hogy a sportban ilyen jellegű pozitív gondolkodást tovább folytatódjon. Ugye 2010-ben eleve visszakapott a sport egy 1 milliárd forintos keretösszeget ami egy, egy nagy lökés volt, a, a társadalmi kedvezménnyel meg támogatott sportágak, ugyancsak ugye üzleti alapú működhetető sportágak, ugyancsak egy nagy lökést kaptak ezen finanszírozás keretén belül. És ha nem csak a versenysportról beszélünk, hanem arról, hogy a mindennapos testnál is elindul ezzel a népegészségi mutatók javítás, és azzal, hogy minden gyereknek a, az egészségügyi állapotát javítsa a kormány, ez az intézkedés is elindult. Most jött egy következő lépés hogy a, a nem társadalmi kedvezmények köré sorolatos fortágok is megkapják a lehetőséget. Ezzel mutatta a kormány és miniszterelnök úr is az eltökértségét afelé, hogy ebben az irányban szeretne nyitni. Tehát tekintetben ez egy nagyon fontos dolog volt. Kiemelte azt is a, a, miniszterelnök, hogy ugye egy országnak óriási verseny van most a, a világon a nemzetek között, és egy országnak ugye az, hogy mi az, amivel ki tud tönni, ennek körülbelül három nyelvezete van, amivel ezt kommunikálni tudja, ugye a kultúrája, a, a zenéje és a mozgás világa, ugye ide a sportot értjük, és teljesen természetes, hogy ezért is nagyon fontos területnek gondolja. A, azt is világosan tette a, a, miniszterelnök, hogy szeretné egy világos helyzetképet, hogy hogyan állnak most a, a szövetségek. Hát ugye nem örököltünk egy, egy nagyon kellemes helyzetet ilyen tekintetben szeretné valamilyen szinten annulálni azt, hogy, hogy a, azok a köztartozások, amelyekkel egyébként egy-egy egyesület mondjuk a létesítmények felé, vagy más szempontok felé fennáll, ezeket valamilyen módon rendezni kellene, hogy 2013. januárjától tiszta lapot tudjanak indulni ezek a ezek a Tehát lenullázni a tartozásokat és a startvonalhoz. Ennek, a mi, ez ennek a mikéntjét ezt, ezt uh -huh. nem én fogom eldönteni. Van egy ilyen terv erre, hogy nulláról nul tudjanak indulni a. Tehát a, van a kormányzati születégek. szándék erre? Van erre kormányzati uh -huh. szándék, Szerintem ez egy nagyon fontos dolog azért, hogy nyugodtan tudjanak felkészülni a következő olimpiára. Ugye látható az, hogy, hogy a magyar sport megint kitett magáért, és pont erről beszélgettünk egyébként a. A kollégákkal utána, és már régóta ezen gondolkodom, hogy alapvetően sporttudományos és sportszakmai szempontból kevesebb lehetősége van Magyarországnak, mint egyébként mondjuk nagyon sok nemzetnek, most itt nem sorolnám fel itt a nagy nemzeteket, és mégis nyolc olimpiai aranyéremmel a kilencediket tudtunk lenni az iránytáblázaton. Magyarán a magyar sport nagyon erősen kitett magáért újra. És a miniszterelnök ezt látja és, és támogatja, és ezért azt szeretné, hogy, és kérdezte itt a határidőt, erről is majd beszélhetünk hogy lenne majd egy nyugodt három éve megint az olimpiai felkészülésre ezen szövetségeknek, és addigra kell elköszönni jövő tavaszra már szeretné látni azt, hogy ennek a megbeszélésnek milyen érdemi része volt. Tehát márciusban szeretne újra leülni egyébként a szövetségvezetőivel, és megnézni azt, hogy is megteremteni annak a lehetőségét, hogy legyen egy olyan három év, amiben nyugodtan fel tudnak készülni, és újra ilyen eredményeket tudnak hozni a, a sportágak. Tehát ez a konzultáció márciusban folytatódik ilyen formában? Így van. Addig viszont mindenki az eddig elkészített terveit egyezteti, összefésüli a mobbal, és el kell készülnie annak a javaslatnak, ami alapján meghatározza majd a kormány, hogy ez a bizonyos 10 és 15 milliárd forint közötti összeg, az pontosan mennyi lesz, így van? Azt is kiemelt a miniszterelnök, hogy amíg még nem térünk bele a részletes dolgokban, nagy általásokban azt is kiemelte, hogy alapvetően Ugye a magyar kormánynak az a szándéka, hogy munka alapú, teljesítmény alapú társadalmat hozzon létre a sportban, ugyanez az elképzelés, és alapvetően én teljes mértékben egyetértek. Tehát aki dolgozik, aki teljesítményt ér el, az igenis finanszírozva támogatva legyen. Tehát azok a szövetségek, nem véletlenül egyébként 11 szövetség volt meghívva erre a találkozóra, csak az asztali tenisz, a, a, kerékpárosok és a, a, röplabdások. a röplabdások leadtak egy szakmai anyag, egy utánpótlás fejlesztési koncepciót. Az és tetszett. Mivel, ez tetszett, mivel ők foglalkoztak ezzel a dologgal, és igenis láthatóan tenni akartak ezzel a dolog, ezért ki lett bővítve ez a kör, és meg lettek hívva. Tehát alapvetően a miniszterelnök azt mondta, hogy olyan programok, teljesítmény alapú programok lesznek támogatva, tehát a teljesítményt és a munkát kívánja elismerni a kormány ezzel. Itt a visszatérve, itt a bizonyos panaszokra, mennyiben érintettétek, érintett ez a beszélgetés, mondjuk teljesen napirenden van kajakkenú elvándorlás, és az ebből következően az élsportolók csábítgatása, edzők csábítgatása, hogy lehet itthon tartani őket? Hát alapvetően ez, mint ahogy a Borkai elnök úr és Imicsko államtitkár úr is elmondta, ez alapvetően a szakszövetségnek a szakszövetségeknek a saját hatásköré ezekben, ezekben dönteni. Viszont azt rögzített a miniszterelnök úr, ami szerintem teljesen egyértelmű és észszerű elvárás, hogy tiszta és átlátható rendszert kell itt is csinálni. Tehát például az, hogy egy egy, ugye arról beszéltünk, hogy a fizetések azok nem fedik le azokat a fizetéseket, amelyeket például egy jobb országi helyen meg lehet mondjuk egy, egy, egy edzőnek kapni. Alapvetően nem is az első osztályú edzőkkel van probléma itt Magyarországon, akik elmennek, mert ők mondjuk kb. 4-5 helyről, a legtöbb helyen 4-5 helyről kapják a fizetésüket, hanem inkább a, másod uh, sorban lévő edzők, akik ugyancsak kinevelnek mondjuk egy Európa bajnoki indulót, neki kell megteremteni azt, a, azt a, az edzői fizetést, amivel ők maradni tudnak. De igazából az volt a miniszterelnök kérése, hogy egy átlátható rendszert csináljunk abban is, hogy egy edző mondjuk, ha valaki egy olimpiai bajnokot, vagy egy olimpiai pontszerzőt, vagy egy olimpiai induló, felkészít, annak egy világosan egy egycsatornás finanszírozáson keresztül a Magyar NAMI Bizottság valamilyen módon a bérezését találja meg ennek az útját. Tehát szerintem ez egy, ez egy nagyon jó út, abszolút jónak látom. A, nagyon sok kérdés volt, akkor rátérnék egy-két tényleg a igénye nélkül, nagyon sokan szeretnék fejleszteni a sportiskolai hálózatot, a sportegészségügyi kérdéseket. Például létesítményhelyzetre is egyébként nagyon sokan tértek rá. Erre egyébként azt mondta a miniszterelnök úr, hogy ugye 196 járásról beszélünk, itt járási rendszer gondolata, vagy a munkája folyik. És igazából mondják meg a szövetségek, hogy milyen sportfacilitásra, milyen sport. Ö, ö, infrastruktúrára és sportterületekre van szükség ahhoz, hogy itt a járásokban működni tudjanak a különböző szövetségek. Hát ezt felbe ismered, Tehát... mint nagy térképkészítő. Így van. Igen. Ezzel kapcsolatban. Én... Gábor, hát... azt mondd hogy hogy miért az a döntés született, mert az világos olyan született, hogy nem a társasági adókedvezmény körét bővítik további sportágakkal, meg ugye annak a maradékaiból adják oda, hanem egy teljesen ettől elkülönített új fejezetet nyitnak, és megkeresik külön ezt a 10-15 milliárdot majd a költségvetésben. Hát azt már meglátjuk, hogy mekkora a forrás lesz ez, mint mondtam, teljesítmény alapú programot kell lerakni, és akkor igazából, ha valójában fel tudják tölteni ezek a sportágak, olyan utánpótlás koncepciót tudnak, olyan utánpótlás fejlesztési stratégiát tudnak lerakni, amivel ez feltethető, akkor hát ez egy óriási lehetőség egyébként a magyar sportnak. Hát szerintem teljesen észszerű a, a válasz erre, hogy a társaságadók Kedvezményen részesülők, ezek üzleti alapon működhető sportágok, hát ezek bajnokságok minden héten a médiumok, a gazdasági szereplők számára egy, egy, egy nagyon jól uh, mutatható uh, uh, bajnokságok, az egyéni sportágokra azért ez nem igaz. Bocsánat, azért, akkor azt mondta, csak a röplabdára kérdezek rá, az nem logikus, hogy az kerüljön oda be? A röplabda, ez egy, az egy külön uh, történet, nem az én tisztám ezt, ezt uh, uh, eldönteni, ha engem kérdezel, akkor valószínűleg ebben a körben a röplabda is egyébként elférne, de az egyéni sportágakra természetesen ez nem igaz, és ezért mondta azt a miniszterelnök, hogy itt egyéni, tehát külön állami támogatásokkal szeretné megoldani ezt a helyzetet. Az, hogy ennek mennyi lesz a végösszege, megint csak 10, 15 vagy közte valami, az hogyan és mikor fog eldőlni? Mikor kell ennek eldőlni? Azt is világosá tette a miniszterelnök ebben a beszélgetésben, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság, amely tehát nem akar senki változtatni a sportirányításnak a rendszerén, a Magyar Önbi Bizottság az, amely a, a sportnak az egész vertikumát ilyen tekintetben lefedi és az egészével foglalkozik minden területen, és itt is vétójoga van abban, hogy ezeket a, a, az előterjesztéses és a végleges döntéseket egyébként meghozza és az előterjesztést megcsinálja, tehát a szövetségeknek kell most, amit egyébként már leadtak anyagokat, most szerintem költségvetés szinten források, forint, forintosítani, a Magyar Önöpély Bizottság felé ezt eljuttatni, és a Magyar Önöpély ezt elő kell terjeszteni a kormányzat felé, és akkor utána születhet döntés november, első felére kérte ezt egyébként miniszterelnök úr, mivel a költségvetési viták akkoriban fognak körülbelül lezáródni és neki ezt még vitára kell bocsájtani, és meg kell mutatni a kormánynak, hogyha ilyen jellegű többletforrást kell erre a területre alokálni. Mert hogy az természetesen akkor a igényektől függően ebben az összekörben, ez már ebben a költségvetési vitában előterjesztésként szerepelni fog és be fog kerülni, tehát úgy indulunk neki a következő évnek, meg annak a márciusi konzultációnak, hogy már mindenki tudja, hogy mennyi az annyi. Hát ennek a prognozósítását én nem tudom, de valószínűleg ezt így kell Ez kellek. a terv, nem? Tehát ez a terv, így van. No, mi lesz a, a kimaradó többi sportágban? Bővülhet-e ez a kör? Valaki nagyon szép anyagot készít el a következő egy-két hónapban, szép eredményeket ér el, bekerülhet -e még ebbe a csapatba? Hát valószínűleg egyébként ezt, mi, ezt, korábban, egy évvel ezelőtt egyébként már, már elmondták a sportvezetők is, miniszterelnök úr is elmondta, hogy adják le a sportágak, a sportág fejlesztési koncepciók. Azok a sportágak, amelyek valójában felébredtek és tenni akartak ezzel a dologért, már meg is tették. Valószínűleg a, a a, az értelmes kéréseknek, a teljesítmény alapú programoknak mindig meg lesz a helye. Én azt mondom, hogy jelen pillanatban örüljünk annak, hogy, hogy, hogy ilyen csodálatos dolgok történnek a sportban, mert azért erre korábban nem volt példa. Én ennek az intézkedésnek örülnék, megvárnám azt, hogy mi lesz ennek a, a kifutása, de természetesen addig sem áll meg a sport. Egyébként még akkor kiemelhetném talán a, a, a nem olimpiai sportákat is, ahol látszik az, hogy ott is óriási erőfeszítéseket tesznek azért, hogy, hogy, hogy menjenek például a... <kül> mondjuk a, a, küzdősportosoknál látszik az, hogy nagyon nagy tömegbázis van alattuk, valószínűleg nekik egy, 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 egy külön úton ki kell találni, hogy hogyan jutnak például támogatáshoz. Én azt mondom, mindenkinek nyitva áll az ajtó, hogyha valaki egy épkézlebb ötlettel áll elő. Gábor, akkor járjunk el szerint, örüljünk, megvárjuk, hogy ebből pontosan mi alakul, és akkor onnan folytatjuk a beszélgetést. Köszönjük, köszönöm hogy itt voltál. Köszönöm.